és a tea még rosszabb. Volt egy indián, aki megivott egyszer 16 liter teát, és aznap éjjel megfulladt a sátrában. Vigyázzatok ezekkel, veszélyesek. Nos, tehát itt van a bátyám, ha tudjátok, bírjátok ki nevetés nélkül. Figyeljétek, mi áll a tankönyvekben. 30 millió évvel ezelőtt. Hadd fordítsam le. Amikor egy tankönyvben az áll, hogy több millió évvel ezelőtt, az azt jelenti, hogy valamikor nagyon régen. Azaz, egy mese következik. Tanítjuk a gyerekeknek, hogy mi sem vagyunk mások, mint állatok. És ez néha így is van. Erre Barbara Reynolds is rájött. Azt mondja, miért majmol a gyerek az iskolában? Mert az evolúcióra tanítják. Igen, Johnny, te egy állat vagy, és közös az ősöd egy gilisztával. Úgy érted, hogy állat vagyok? Oké. Az nem jut az eszükbe, hogy amit tanítunk a gyerekeknek, az hatással van a viselkedésükre. Amit hiszel, az meghatározza a viselkedésedet. A gyerekeknek azt tanítják napjainkban, hogy te csak egy állat vagy. A rockzene tele van halállal, pusztítással, vérrel. Nos, a Bibliában is az áll, hogy engem gyűlölnek és a halált szeretik. Ma azt tanítják a gyerekeknek, hogy semmi sem abszolút. Az egyik vitám során egy professzor azt mondta, semmi sem abszolút. Ebben abszolút biztos vagy? Kérdeztem. No, gondolkodjatok egy kicsit. Hogy lehet valaki abszolút biztos abban, hogy semmi sem abszolút? Pár éve egy iskolában beszéltem, és egy gyerek ezt mondta. Én ateista vagyok, nincs Isten. Biztos vagy benne? Kérdeztem. Biztos. Akkor hadd kérdezzek tőled valamit. Te mindent tudsz? Nem, válaszolta. Jó. Akkor szerinted a felét tudod-e mindennek? Nem, hangzott a válasz. Akkor most csak feltételezzük, hogy te a felét ismered mindennek. Lehetséges-e, hogy az általad nem ismert másik félben létezik az Isten? A srác gondolkodóba esett. Ha ateista vagy, hadd kérdezzek még. Honnan tudod valamiről, hogy jó-e vagy rossz? Kérdezzétek meg ezt valamikor egy ateistától. Hogyan különbözteted meg a jót a rossztól? Ó, ez könnyű, mondta. Én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezzel azt mondta, hogy én vagyok az Isten a saját univerzumomnak. Ezt örömmel hallom, fiam, mert 5 percen belül agyonlőlek, válaszoltam. Azt nem teheti, szólt a fiú, dehogy nem. Az én univerzumomnak én vagyok az Istene, és úgy döntöttem, hogy nekem az a jó, ha téged agyonlőlek. Látjátok, hova vezet ez a logika? Ha mindenki maga dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz, ez hatalmas problémákat okoz a társadalomban. Hogyan lehet különbséget tenni a jó és a rossz közt? Ezt az egyszerű kérdést tett fel egy evolúcióban hívőnek, nem tudják megmondani. De lehet, hogy közülünk is vannak néhányan, akiknek nehézséget okoz megkülönböztetni a jót a rossztól. De valóban hogy is lehet? Könnyű különbséget tenni a jó és rossz közt, mondta az Úr. Látjátok, ez abszolút. És az Úr azt mondta, hogy ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne csináltassatok magatokon tetoválást, én vagyok az Úr. Sokan nem tudják, vagy nem is érdekli őket, hogy mit mond Isten. Ha régebben tettél hasonlót, kér Istentől bocsánatot, és ne tedd újra. Sok tanár nem érti, csak vakon követi a tankönyveket, azt gondolva, hogy muszáj tanítaniuk az evolúciót. Nem, nem muszáj. A tanároknak joguk van a teremtést tanítani az állami iskolákban, ha akarják. Van egy videónk arról, hogy hogyan lehet állami iskolákban teremtést tanítani. És ez tartalmazza hatályos törvényeket is. Mi is történt? Arkansasban és Louisianában ki akartak adni egy törvényt arról, hogy kötelező legyen a teremtést tanítani. Mindkét helyen a bíróság ezt elvetette, mondván, hogy ezt nem lehet kötelezővé tenni. Azt mondták, hogy ha a tanár akarja, taníthatja, de ezt önként kell vállalnia. Még Stephen Gould is azt mondta, egyik államban sem létezik olyan törvény, mely tiltaná a teremtés oktatását. Eddig is lehetett tanítani, és most is lehet tanítani. Ő ezzel az 1987-es legfelsőbb bírósági határozatot kommentálta. Az ACLU, értelmezésem szerint az amerikai kommunista ügyvédi szervezet elhíresztelte, hogy nem szabad a teremtést tanítani az iskolákban, de ez egyszerűen nem igaz. Mindig is lehetett teremtést tanítani az állami iskolákban,
van, és nincs ellene törvény. Ám ha egy tanár az osztály előtt állva arról kezd beszélni, hogy gyerekek, nyálkából keletkeztünk, és lassan fejlődtünk emberi lényé, az kétségtelenül romba dönti néhány gyermek Bibliába vetett hitét. Bárki, aki egy gyermek hitét tönkreteszi, jobb, ha olvas arról, mit mondott erről Jézus. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, jobb annak, ha a tenger mélyébe vetik. Bárki, aki az evolúciót tanítja, nagy bajban lesz, ha meg kell állnia Isten színe előtt. A Biblia szerint ne legyetek sokan tanítók, mert tudjátok, súlyosabb ítéletben lesz részetek. Amerikában az 50-es években egy átlagos tankönyvben nagyon kevés szó esett az evolúcióról, mindössze 2-3 ezer szó. 1957-ben az űrverseny részeként a szovjetek fellőtték a Sputnikot, az amerikaiak megpánikoltak. Hányan emlékeznek arra a pánikra, ami akkor volt, amikor az oroszok megnyerték az űrversenyt? Cikkek jelentek meg a Life magazinban azzal a címmel, hogy hogyan lehet túlélni a radioaktív felhőt. Azt állították, hogy a szovjetek azért vannak előrébb a tudományban, mert ők az evolúciót tanítják, mi meg nem. Jelentek meg cikkek arról is, hogy hogyan lehet bombabiztos óvóhelyet építeni, hogy az emberek túléljék a radioaktív sugárzást. Várjunk csak! A szovjetek azért vannak előrébb a tudományban, mert az evolúciót tanítják. Mi köze van az evolúciónak a műhold fellövéséhez? És 1959-ben Eisenhower $1 milliárd kapott a kongresszustól azért, hogy az evolúciót jobban terjesztesse az iskolákban. A tankönyveket újraírták, és a 60-as évek elején egyre több evolúcióról szól részt tettek bele. Az amerikai természettudományos oktatás rekonstrukciójának nevezték el. Az egész természettudományos és egyéb tantárgyakat átírták és beleszerkesztették az evolúciós tananyagot. Így 1963-ra egy átlagos tankönyvben úgy 33.089 szó esett az evolúcióról. 1963-tól megszüntették az imádkozást az iskolákban. Emlékeztek Madeleine Murray O'Hare-re? 1963-tól nagy mértékben növekedett a házasság előtti szex minden korosztályban. Növekedett a szexuálisan terjedő betegségek előfordulása a 10 és 14 év közötti lányoknál. Emelkedett a házasságon kívüli szülések száma is. A terhességek 553%-kal növekedtek. A kettő közti különbség az abortuszok száma. A most született gyermekek egyharmada olyan pár gyermeke, akik nincsenek összeházasodva. Ha te is ilyen gyermek vagy, akkor ez neked szól. Timóteusnak nem volt kívánatos a születése, az anyukája zsidó volt, az apukája pedig görög. A zsidóknak csak zsidóval volt szabad házasodniuk. Anyuci nem fogadott szót, az eredmény Timóteus. De ő meg Istent akarta szolgálni, két levél a Bibliában neki íródott. Tehát ha szüleid el is szúrták, te szó nélkül menj csak és szolgáld Istent. Nincs kifogás, Isten bárkit tud használni, jó? A nem házasságban együtt élő párok száma is erőteljesen növekedett. 1963 óta. Isten beszéde nem változott, ne paráználkodj. Azt mondta, hogy a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja az Isten, valamint aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele. Hölgyeim, ezért nagyon fontos az, hogy hogyan öltözködtök. Az apukám mindig azt mondta, ha nem vagy az üzletben, ne is hirdesd magad. A válások aránya döbbenetesen növekedett. A fiatalkorúak megrontása 2300%-kal emelkedett. A tiltott drogok használata 6000%-kal, az erőszakos bűncselekményeké 1000%-kal. Én nem vagyok olyan öreg, de emlékszem még azokra az időkre, amikor nem kellett bezárni a házat. Mások is emlékeznek? Az autóban is benne hagytuk a slusszkulcsot, nehogy elveszítsük. Akkoriban iskolába menet egy olyan kocsival mentünk, amelyiknek a hátsó ablakában töltött puska volt, és akkoriban mégse lőttek agyon senkit se az iskolában. Bizonyára nem hallottak arról, hogy a kolumbin iskolában a gyerekek, akik mindenkit agyon lőttek, erősen hittek az evolúcióban. A lövöldözést Hitler születésnapján követték el, szándékosan. Agyon lőtték Isaac Solt, mert fekete volt. Hitler gyűlölte a feketéket, így ők is. Ezt a lövöldözést az evolúció motiválta, és a lövöldözés kapcsán Rosie O'Donnell a tévéműsorában ezt mondta. Látjátok, még jobban kell szabályoznunk a lőfegyver használatot. Nos, Rosie, azok a gyerekek 18 fegyverviselési törvényt hágtak át. Nem hiszem, hogy még két újabb törvény vissza fogja tartani őket. Rosie nem értette. Ám valaki ezt olyan jól megfogalmazta, hogy ráírta a pótkerekére. Mikor megláttam, azonnal készítettem róla egy fotót.
Ez megmagyaráz mindent, ez áll rajta. Olyannyira okolhatók a fegyverek a Columbine-ban történtekért, mint amennyire a kanál a hibás azért, hogy Rosie O'Donnell elhízott. Nem a kanál a hibás, de nem is a fegyverek.